A gyermekekről és a családokról szólt a hétvége levelekem. Közösségi falfestés és meg annyi más program várta a kiérkezőket. A rendezvény egyben lehetőséget adott arra, hogy a település lakói birtokba vegyék a megújult iskolaparkot, és elkészült a település történeti sétánya is. Fejlesztésnél szerintem mindig nagyon fontos az, hogy miből indulunk ki, és hogy hová jutottunk el. Ez a terület gyakorlatilag az iskola udvaron eddig egy hasznosítatlan, illetve egy alulhasznosított terület volt. Leginkább növények voltak rendezetlen állapotban, és igazából jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt újra gondolnánk, ezt a teret, megnyitnánk gyakorlatilag az iskola, illetve a település közössége előtt is, és átalakítanánk, és amellett ugye, hogy szépen átalakult, és beparkosítottuk, új funkciót is kapott, hiszen akár a tanulás szempontjából, akár a szabadidő szempontjából, akár a játék szempontjából új funkciókat kapott. Több mint 311 millió forintos pályázati forrásnak köszönhetően a Molnár kastély is egy több funkciós épületté alakul át. Az épületben fejlesztőtermet, előadótermet és egy interaktív játszóházat is kialakítanak. A Molnár kastély külső és belső felújítására fog sor kerülni. Ugye ez a régi óvodán képülete és két éve már az óvoda az új épületben működik, és hát az önkormányzatunk nagyon sokat gondolkodott rajta, hogy hogyan tudná ezt a kastélyt megőrizni ugye a jelenkor, illetve a jövő generációjának is, és hogy milyen funkciót tudna belegondolni, és pályázatot nyújtottunk be a helyi turizmusfejlesztés című top pluszos projektben, és sikerült támogatást kapnunk a kastély felújítására, és így nem csak egy épület fog, emblematikus épület fog megmaradni az utókor számára, hanem egy családbarát fejlesztő központot fogunk kialakítani. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke elmondta, az élő és tenni akaró közösség a vármegye erős bástyája. Gyermekekről szól minden leveleken, és nem csak gyereknap alkalmából, hanem itt valóban tudják azt, hogy az a legjobb befektetés mindig az a befektetés, amelyet a felnövekvő generáció, gyermekek, az unokák jövőjéért teszünk. Legyen az akár egy olyan fejlesztés, ami éppen az oktatásnevelést érinti, vagy éppen a szabadidő hasznos eltöltését. És hát azt hiszem, hogy a mai gyereknapon is látszik az, hogy nagyon jó helyre mennek azok a források, amelyek levelekre érkeznek, és látszik az, hogy valódi kovász van a településen, hiszen nyüzsgő tömegbe botlunk a mai napon is, és hát azért jó pár rendezvény volt itt az utóbbi időben, akár a kultúra, akár a sport területén, ahol mindig azt láttuk, hogy valóban itt az a közösség, amely működteti a települést, az erős bástyája Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének is. A nap folyamán díjakat is átadtak, azok munkáját ismerték el, akik az elmúlt években a legtöbbet tették a település fejlődéséért. Levelek díszpolgára címet kapott dr. Mudri Imre Istvánné, dr. Nagy Mária.